A 2025-ben 100 éves jubileumát ünneplő székesfehérvári bélyeggyűjtőkör centenáriumi rendezvénysorozatának első állomásaként nyílt meg a dunántúli gyűjtők bélyegeit bemutató kiállítás a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Házban. A tárlatot megtisztelte jelenlétével városunk országgyűlési képviselője, Varga Tamás honvédelmi miniszter helyettes is. Ezek a bélyegek nagyon hamar műalkotássá váltak, ennek is volt egy praktikus oka, hiszen olyannak kellett lenni, amit nagyon nehéz hamisítani, és egyre szebb, izgalmasabb műalkotások születtek. Én azt kívánom a fehérvári bélyeggyűjtőknek, hogy legyen izgalmas és értékes ez az egy évük, amivel emlékezünk az elmúlt százesztendőre. A Városi Bélyeggyűjtőkör elnöke Laci Zoltán elmondta, ezzel a kiállítással kezdődik a centenárium rendezvénysorozat, amellyel egy 1931-es hasonló kiállításra emlékeznek. A tárlat célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gyűjtőtársakat és lehetőséget teremtsenek a személyes találkozásokra. Az egyik legnagyobb és legcsodálatosabb pillanat a mi számunkra, hiszen 2025-ben lesz 100 esztendős a székesfehérvári bélyeggyűjtőkör, és a kör úgy döntött, hogy egy egész éven át tartó rendezvény sorozattal szeretnénk visszaemlékezni az elmúlt 100 év történéseire. Ennek alapján egy 1931-es dunántúli gyűjtők kiállításához kapcsolódunk a mai kiállítással. Fehérvári József a bélyeggyűjtők dojenje, 7 éves kora óta gyűjt bélyeget, ezúttal a települések címereit bemutató bélyegeket és kiemelten a Fejér megyei települések címereinek széles tárházát mutatta be a közönségnek. Tulajdonképpen ez abból eredt, hogy ugye én 2018 óta csinálom a személyes bélyegek katalógusát, ami fönn van a körnek a honlapján is, és hát most már ugye 5600 különböző ábra van, tehát különböző ábrájú bélyeg van ebbe a katalógusba. Polgár László a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnöke otthonról hazajött, tekintve, hogy fiatalon Székesfehérváron kezdte a bélyeggyűjtést, és ma is a fehérvári kör tagja. Nagyon örülünk, hogy ilyen szép kort megért ez a bélyeggyűjtőkör. Ugye a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége az 2 évvel ezelőtt ünnepelte a 100. évfordulóját, és több ilyen körünk is van, aki ilyen nagy múltra tekint vissza. A kiállítások az egyik legfontosabb események ugye a bélyeggyűjtők életében, mert itt tudják bemutatni egy a kiállítók a gyűjteményeiket, az emberek pedig itt ismerhetik meg, hogy van még bélyeggyűjtés Magyarországon. A kiállításon kihelyezett posta is volt alkalmi bélyegzővel. A tárlat 2024. október 10-én és 11-én 10 és 18 óra között, október 12-én pedig 10 és 14 óra között látogatható.